a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Krisztusban szeretett jó testvérek, a keddi nap az Szent Antalnak az emléknapja, a megemlékezés napja, amikor sokan kérik az ő közbenjárását, kérik azt, hogy nem csak a, de az eltűnt dolgoknak is a megtalálója, és ugyanakkor kérik a családi békét is. Ma ebben a szentmisében mi a világ békéért és a háborús zónáknak, vagy a háborúk megszűnéséért kérjük a mindenható Isten irgalmát, hogy segítsen minden embert, hogy jólétben, békében éljen, és mindenki megérezze és megtapasztalja, hogy egyenlő joga van minden embernek a Földön, és mindenki, aki életet kapott, az ember és az emberi méltóságra tudjon mindenki odafigyelni és az embert tisztelni és szeretni. Szentmisénk elején vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük Urunk szent titkait. Gyónom a mindenható Isten. És nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkoros szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Könyörögjünk! Istenünk, békesség szerzője és kedvelője, téged ismerni maga az élet, és neked szolgálni uralkodás. Kérünk, védj meg minden bajtól, hogy akik oltalmadban bízunk, semmiféle ellenséges támadástól ne féljünk. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké. Amen. Szent lecke Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt második leveléből. Testvéreim, Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a vele való egyesülésünket illetően azt kérjük tőletek, hogy ne veszítsétek el rögtön józanságotokat, és ne ijesszen meg benneteket sem lelki kinyilatkoztatás, sem állítólag tőlünk eredő mondás vagy levél, mintha az Úr napja már a küszöbön állna. Ne engedjétek, hogy bárki félrevezessen titeket. Folytonos hálával tartozunk értetek Istennek, testvéreim, kedveltjei az Úrnak, mert Isten kezdettől kiválasztott benneteket, hogy a Szentlélek erejéből és az igazságban való hitáltal megváltást nyerjetek. Isten evangéliumunk által arra hívott meg titeket, hogy részetek legyen Urunknak, Jézus Krisztusnak dicsőségében.
Legyetek tehát álhatatosak, és ragaszkodjatok a hagyományokhoz, amelyeket tőlünk élőszóban vagy levélben kaptatok. Urunk Jézus Krisztus pedig, és Isten a mi atyánk, aki szeretett minket, és kegyelmével állandó vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk, vigasztalja meg szíveteket, és szilárdítson meg benneteket minden jó tettben és szóban. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Jézus egyszer így korholta az írástudókat és a farizeusokat. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok! Tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhanyagoljátok azt, ami a legfontosabb a törvényben, az igazságosságot, az irgalmat és a hűséget. Ezeket meg kell tenni, de azokat nem szabad elhanyagolni. Vak vezetők, megszűritek a szúnyogot, de lenyelitek a tevét. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül azonban tele vagytok kapzsisággal és tisztátalansággal. Vak farizeus! Tisztíts meg előbb a pohár belsejét, akkor majd a külseje is tiszta lesz. Ezek az evangélium igéim. Áldunk téged, Krisztus! Krisztusban szeretetjő testvérek, kedves televízió nézők! Kalkuttai Teréz anyának van az a mondása, hogy először mindenki a saját háza tájékát takarítsa ki, mindenki a saját életét tegye rendbe, mindenki a saját házát szedje úgymond tisztává, és utána foglalkozzon a más háza tájékával. És ha tovább folytatjuk ezt a gondolatot, akkor én hiszem azt és bízok benne, hogyha mindenki a saját háza tájékát, a saját életét kezdeni, rendbeszedni, kezdeni, azt takarítani, halljuk, hogy a belsőt megtisztítani, akkor a külső is megtisztul általa, de akkor biztos, hogy egy egész élet szükségeltetik rá, hogy az ember mindig odafigyelje magára, hogy mindig rendben legyen, és hogy ne a rossz jöjjön ki belőle. Ugye, mert a szív bőségéből beszél a száj. Ha a szívünkben a rossz uralkodik, ugye, hogyha idézőjelben már kő a szívünk, vagy kőszívünk van, akkor nem tud jót adni, csak azt, ami bennünk van. Azt mondja a latin közmondás is, hogy nemo dat qui non habet. Senki nem tudja azt adni, amilyen nincs. Tehát amink van, ami a szívünk, lelkünk bőségében van, és ami a mi életünket uralja, csak azt tudom én is továbbadni. És ezért mondja Jézus is, mennyire figyelmezteti, mennyire nem is fenyegeti, hanem mennyire tudatára akarja ébreszteni a farizeusokat, írástudókat, törvénytudókat, hogy ne a külsőség legyen mindenben, ne csak azt mutassuk, mert sokszor ezt teszük mi nagy keresztények is, hogy külsőleg olyan szépen mélyen imádkozunk, olyan meghatódottak vagyunk, hogy az emberek elcsodálkoznak rajtunk, és ez megtörténik legfennebb a templomban, megtörténik, nem tudom, az örökimádó kápolnában, de kimegyünk, ki se értünk az ajtón, már valahogy kibírjuk a második ajtóig, és láttad a másik, hogy nézett ki? Láttad ez, hogy jött? Láttad az, mit csinált?
Láttad, hogy a pap nem volt megfésülködve? Láttad, hogy nem tudom, a ruhája nem olyan volt, milyen kellett legyen, vagy nem tudom. És akkor ugye vitte víz a tyúkpajtát egyszerűen, mert hát az ember mit tesz? Tehát akkor csak a külsőséggel foglalkozunk, és hogyha a külsőség leköti a mi figyelmünket, akkor természetesen az embert elviszi az, de nagyon. Mert hogy akkor mindig csak arra figyelünk, hogy milyen a másik, hogy állok én anyagilag, milyen a családi légkörnek a külsősége, stb. És akkor mindig csak arra törekszünk, és hogy a törvény, a szabály, a törvény, a szabály, és akkor állandó jelleggel leköt bennünket ez, és elfelejtjük azt, hogy az ember nem csak test, hanem az ember lélek is és szellem. És hogy a testnek megadjuk minden nap, ami jár. Mert hát ne együnk egy nap, ugye már végünk van rajtam is látszik, ugye, hogy egy kicsit nagyobb a pocok, mert hát na, kell az étel is, mert hát, hogyha az ember ugye olyan, hogy hát annélkül nem lehet dolgozni, annélkül nem lehet semmit tenni, mert akkor mindig az embernek az esze csak az ételen jár, és akkor már nem tud másfele törekedni. De ahogy megadjuk a testnek, a testet öltöztetjük, rendezzük, tisztítjuk, ápoljuk, tükörbe nézzünk, stb. És mindig, hogy minél jobban nézzünk ki, vagy minél rendezettebbek legyünk, így a léleknek is kijárna, és ezért van a lélek tükre is, amiben sajnos ritkán tekintünk bele. Sajnos olyan ritkán jut eszünkbe ugye az is, hogy nekünk a lélekkel is kell foglalkozni, és akkor úgy tud az ember harmóniában, úgy tud testi és lelki, meg szellemi egységben élni, hogyha mindennek megadjuk a maga kellő idejében, ami jár. Ezért fontos volna, hogy ne farizeus módon próbáljuk a kereszténységünket megélni, ne farizeusi magatartással törekedjünk, másokat is a keresztény hitre oktatni, meg nevelni, hanem szívből jövően kellene cselekednünk, és úgy kéne mindent tennünk, hogy az belülről jöjjön, és Istentől származzon. Milyen érdekes, hogy azt mondja, hogy megszűritek a szúnyogot, de lenyelitek a tevét. Hát sokszor így van. Ez átvitt értelemben ott van, ugye, hogy más szemében mindig meglátjuk a szálkát, más szemében mindent észreveszünk, de a saját szemünkben nem veszük észre, hogy ott van a gerenda. Nem veszük észre azt, hogy én se vagyok jobb a deák, mint vásznánál. Én is ugyanolyan ember, és ugyanaz vagyok, mint a másik. Ugyanabba a csónakba evezünk, és ugyanaz a környezetünk, de valahogy sok ember, tehát ebből a külsőségből azt hiszi, hogy ő több, mint a másik. Hogy ő ügyesebb, ő okosabb, ő szebb, ő rendesebb. Ezzel sincs baj, mert ezek a perfekcionista emberek, ugye ez a materialista, perfekcionista, akit igazából leköt az, hogy minden menjen tökéletesen. De megsugom, hogy a Földön semmi nem fog tökéletesen működni, mert hát nem én vagyok az Isten, nem te vagy az Isten. Ezért akármennyire törekszünk a tökéletességre, mert arra kell törekednünk, becsúsznak hibák is, de az se baj, csak mégis ne a farizeusi tökéletességre törekedjünk, hanem az Isten utáni vágyra, az Isten utáni tökéletességre, hogy mi is minél jobban tudjunk cselekedni, és minél jobban lássa meg rajtunk az ember, hogy igazából arra törekszünk, hogy egymást szolgáljuk. Na, mert itt a baj. Mit jelent szolgálni? Hú, milyen nehéz, ugye? Sokszor, mint a farizeusok, szeretünk uralkodni, hát annál jobb nincs. Ugye mindenki a maga ura szeretne lenni, mindenki azt szeretné, hogy minden úgy menjen, hogy én akarom, de hogyha nézzük csak meg, hogyha az időjárásban is most, ugye már nagyon sokan biztos úgy vannak vele, hogy a fene egye meg az utolsó nyári időszak, és ilyen idő van, hát még nincs jó idő, ugye? A másik, akinek ott a gazdaság, azt mondja, hát még van remény, és akkor milyen jó, hogy esik az eső, meg ilyen idő van, mert akkor lesz termés még, és még akkor helyre alakulhat minden. És hogyha mindenki így ez volna, hogy a saját fejünk belátása szerint menne minden, és ilyen farizeusi magatartás szerint, akkor úgy vonnánk az idővel, hogy mit tudom, lehet, hogy egy másodpercet se este, és egy másodpercet se sütne a nap, mert akkor mindenkinek más kellene. Ezért jó, hogy a Teremtő rendezi ezeket, és a Teremtőnek van gondja jókra és rosszakra is egyaránt. De mégis a mai tanításból, és még az előző evangéliumi részekből is mindig ez jött ki, hogy jaj, nektek farizeusok. Engem sokszor, amikor ezt így olvasom, úgy szíven üt, hogy
hogy nekem is mondja az Úr, nem csak nektek, persze, és minden papnak, mindenkinek, hogy jaj, nektek farizeusok, hogyha mondtok valamit, és ugye nem teszitek, akkor baj van. Tehát mindig ugye az életnek az volna a legfőbb velejárója, hogy arról beszéljünk, és azt mondjuk, amit meg is tudunk élni. Hány és mennyi esetben van, hogy az ember ugye olyan nagyokat tud csépelni, olyan nagyokat tud hazudni, mondani, mintha olvasná, és hát milyen a másik embertárs el is hiszi, csak utána rájövünk arra, hogy hoppá, ez mondott egyet és más csinál. És akkor ez a farizeus, ez a képmutató. És azt mondja az Úr Jézus, mi ne legyünk ilyenek. Törekedjünk arra, hogy alázatban élni, szerénységben élni, és tanuljunk meg szolgálni. Ez nem azt jelenti, ugye, hogy most szolgálni, hogy most ha valaki parancsot ad, akkor hamar azt teljesíteni kell, ha nem, akkor én nem vagyok jó, vagy nem vagyok rendes ember, hanem az a szolgálat, hogy Jézus szolgálni, mind a pap is, mind a többiek is, hogy szolgáljuk az Urat. Ne uralkodjunk más felebarátainkon, és ne mi döntsük el, hogy kinek mi jó, hanem mindig tudjuk kimondani, megint visszatérünk erre. Uram, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Te, Uram, adj erőt, hogy minden nap kitartóak tudjunk lenni, és segíts abban, hogy ne megszóljam fele barátomat, hanem inkább imádkozni tudjak érte. És bármi van, és ez legyen ugye, hogy mindig azon gondolkodjunk el, hogy mielőtt valakit megszólnánk, mielőtt valakiről ítéletet formálnánk vagy alkotnánk, akkor azon gondolkodjunk el, hogy nem tudjuk mi, hogy mi van abban az emberben, mi van az ő lelkében, mi van az ő szívében, milyen gond, milyen nehézség, milyen probléma, ezért inkább imádkozzunk érte, mert csak a jó Isten a szíveknek, lelkeknek a vizsgálója és bírája, ő tudja. És mi milyenek vagyunk, ugye olyan könnyen látunk valakit, valamit, és olyan könnyen véleményt alkotunk róla. De hogyha mégis ilyenek vagyunk, mert ugye a fekete leves mellett, a kávé mellett, hát a pletyka megy a legjobban, ugye? Hát összeülünk, akkor mi más tegyünk, hát osszuk, szorozzuk az észt, mert hát muszáj. Ugye sajnos, hogy ilyen világot élünk, de mégis az volna, hogy akkor, hogyha én valakiről véleményt akarok alkotni, akkor egyszer alkossam meg magamról a véleményt. És utána nézzem meg, hogy még van-e energiám, van-e erről még máshol is véleményt alkotni, mert biztos, hogy én is olyan vagyok, mint a másik. És én azt szoktam mondani, hogy minden pletyka igazából belőlem indul ki, mert akárkiről beszélek, vagy akárkibe belebújok, úgymond, és néven szólít, nevén szólítom, akkor valahogy csak magamot mondom el, csak könnyebb más nevében, könnyebb másról beszélni, mint rólam. De igazából az, aki vagyok, azt mondom el a... Tehát csak ugye egy kicsit átformálva is másképp. Ezért törekedjünk arra, hogy a kávét ígyük meg nyugodtan, mert az nem gond, de ígyük úgy meg, hogy inkább beszélgessünk szépről, jóról, szentről, és beszéljünk az igazról. És akkor más se sértettünk meg, és akkor mi se kell bánjuk, hogy azt mondják rólunk, hogy nem ilyen pletykás ez az ember, vagy milyen pletykás ez az asszony. És akkor megváltoznak a vélemények, megváltozik minden. És végezetül, hogy legyen egy kicsit vicces is, ugye a befejező ma, hogy ilyen a szomorkás időben mégis a hangulatunk jó legyen, ugye amikor két szomszédasszony megisszák a kávét, az egyik többet mond, mint a másik, elsősorban ugye elmondja az egyik, hogy ó, szomszédasszony, tudod, úgy fáj a lábam, és akkor azt mondja a másik, az semmi, nekem mind a kettős, nekem úgy fáj a fejem, az semmi, nekem még a karjaim is, és akkor ugye ez van, hogy egymást nem hallgatják meg, hanem mindenki össze a magáit, és amikor következőleg átmegy ez a szomszédasszony a másikhoz, akkor az csak panaszkodik, aki ez átmegy kávézni, mind csak mondja az övét, mondja, és amikor indulóban van a szomszédasszony, ráteszi a kilincsre a kezét, és azt a szomszédasszonya meg se kérdi, hogy én hogy vagyok, és azt mondja, miért, hogy van, jaj, ne is kérdezze. Hát mi is így vagyunk legtöbbször, ugye, hogy van, hogy nincs, de sokszor ugye elvárjuk, hogy megkérdezzenek bennünket, de akkor legyen jó véleményünk, és merjük kimondani, hogy hát így vagyok és úgy vagyok, de én nem más. És akkor biztos, hogy jó úton haladunk, és akkor nem kell nekünk mondja személyesen Jézus, hogy jaj, neked te vak farizeus, jaj, neked te írástudó képmutató. Sok mindent tönkre teszel. Tisztítsuk meg bensünket, gyónással, imádsággal,
és utána engedjük, hogy a külső is megtisztuljon. Amen. Kérjük testvéreim Urunkat, Jézus Krisztust, hogy adjon nagy engesztelőket korunknak, akik az új pogánságot életük csendes áldozatával meg tudják fordítani. Old Urunk, sokak szívébe az engesztelés szellemét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy önmegtagadásainkkal és szenvedéseinkkel mi is közben járók lehessünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Erősíts bennünket, Urunk, hogy álhatatosak legyünk az engesztelésben. Kérünk téged, hallgass meg minket. Ajándékozz meg minket, Urunk, a mennyei titkok vigaszával. Kérünk téged, hallgass meg minket. Engesztelő életünkért add meg nekünk is bizalmas társaságodat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, úgy akartad, hogy testünkben kiegészítsük, ami híjával van keresztáldozatodnak, kérünk, erősíts bennünket, hogy az önmegtagadásban és engesztelésben keresztethez kapcsolhassuk szenvedésünket, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. Imádkozzatok testvéreim, hogy közösen bemutatott áldozatunk, kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyházává. Urunk Istenünk, emlékezzél meg arról, hogy Szent Fiad, aki maga a békem, minden ellenségeskedést megszüntetett, tekints kegyesen szenvedéseinkre, és add, hogy ez az áldozat állítsa vissza szeretett gyermekeid nyugalmát és békességét, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, hogy neked, szentséges Atyánk, hálát adjunk. Te egyre tökéletesebb életet kívánsz tőlünk, és szüntelenül megbocsájtást kínálsz, a bűnösöket magadhoz hívod, hogy bizalommal hagyatkozzanak megbocsátó szívedre, hiszen te vagy Istenünk az irgalmasság és a jóság. Bár sokszor megszegtük a szövetséget, amelyet kötöttél velünk, te mégsem fordultál el tőlünk, és felbonthatatlan új szövetséggel kapcsoltad magadhoz a világ népeit, Szent Fiad Jézus Krisztus a mi Urunk által. Most jóságodból a kegyelem és a kiengesztelődés idejét éljük, mert megadod népednek, hogy Krisztusban életre támadva hozzád térjen, és a Szentléleknek jobban átadva önmagát, az egész emberiség javát szolgálja. Mi ezért csodálattal eltelt szívvel az égi seregek hálaadó himnuszához társulunk, szeretetet hatalmát zengjük, és üdvösségünk boldog reményével valljuk.
Istenünk, Te a világ kezdetétől fogva azon munkálkodsz, ami az embernek javára válik, hogy szenté legyen, miként Te magad is szent vagy. Kérünk, tekints az itt egybegyűlt népedre, és árasz ki szent lelked erejét, hogy ezek az adományok testévé és vérévé legyenek, szeretett fiadnak, Jézus Krisztusnak, akiben mi is fiaid vagyunk. Ám bár a halál fiai voltunk, és többé már nem is közeledhettünk hozzád, Te mégis örök szeretettel szerettél minket. Szent fiad ugyanis, aki egyedül volt igaz közöttünk, a mi kezünkre adta önmagát, és engedte, hogy az emberek keresztre feszítsék. De mielőtt az ég és a föld között karját kitártam, hogy a Te eltörölhetetlen szövetségednek jelét adjam, meg akarta ünnepelni tanítványaival a húsvétot. A vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd neked hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után, mert tudta, hogy a kereszten vérét ontva, önmagában kiengesztel mindent, ugyanígy kezébe vette a szöllőtő borával telt kelyhet, ismét hálát mondva, barátainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhem, az új és örök szövetségim. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Alapodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Megemlékezünk tehát Urunkról, Jézus Krisztusról, aki húsvéti bárányunk és Istennel való békénk záloga. Megünnepeljük halálát és feltámadását a sírból, és eljövetelének boldog napját várva, felajánljuk neked, hőséges és igaz Istenünk, az áldozatot, mely az emberekre bőséges kegyelmet áraszt. Irgalmas atyánk, tekints jóságosan azokra, akiket magadhoz kapcsolsz, és add meg nekik, hogy Krisztusnak ebből az áldozatából részesedve, a Szentlélek erejével egy testbe gyűljenek, amelyben minden megoszlás megszűnik. Tarts meg minket a szív és a lélek közösségében Ferenc pápánkkal, Péter bíborossal és segédpüspökeivel. Segíts minket, hogy együtt készüljünk országod eljövetelére, addig az óráig, amíg majd eléd állhatunk, hogy szentek lehessünk a szentek között a mennyben, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével és apostolaiddal, valamint elhunyt testvéreinkkel, akiket a Te irgalmadba ajánlunk. Mi pedig, mind új teremtmény, akkor majd végre megszabadulunk a halál hatalmából, hogy örökkön élő Krisztusot hálaadásával együtt alázatos megvallással mondjuk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Ha Istent atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te nevet, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól,
Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökkém. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Bocsássunk meg szívből egymásnak. Legyen békesség köztünk mindenkor. Az Isten bárányom, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten bárányom. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomban jöjjön, hanem csak egy szóval van, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus vére őrizze meg engem az örök életre. Thank you.
Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben, mindennél jobban szeretlek és vágyom rám, hogy a lelkembe fogadhassalak, mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe, ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, eltöltöttél minket az egy közös kenyér jó ízével, és megerősítetted vele szívünket. Add, hogy megszabaduljunk minden háborgás borzalmaitól, és szilárdan ragaszkodjunk szereteted és igazságod törvényeihez, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise áldozatot bemutattuk, járjatok békével. Legyen hál. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom, szent szívem, remélek és bízom benned, Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörög érettünk, magyarok szent őrangyalam, könyörög érettünk, Szent Pió és Szent Sárbel atyam, könyörögjetek érettünk, mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjeim, könyörögjetek érettünk. Ha bár a szívét övérje, angyal tekint az égre,